gazdaság a vidék szempontjából.
a leépülés és a súlyos pénzügyi feszültségek időszakát éltük meg. Azért beszélek súlyos pénzügyi feszültségekről, mert azok az Európai Uniós források, amik rendelkezésre álltak az elmúlt 8 esztendőben, rendelkezésre álltak az úgynevezett Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében, azok sajnos a legtöbb esetben nem oda kerültek felhasználásra, nem azokhoz kerültek, akik tulajdonképpen a gazdasági tevékenységet végzik. Ellen érdekelt felek nyertek lehetőséget a források megszerzésére, csak képletesen egyetlen példát hadd hozzak fel önöknek, egy 800 ezer tonna kapacitású gabonatárolót egy Svájcban bejegyzett offshore cég épített meg a magyar gazdák pénzén, a magyar gazdáknak járó támogatással, úgy, hogy közben ellenérdekelt félhez jutott a forrás, és ezzel a gazdákat versenyhelyzetben szorították. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy rövid távon, 9 hónap alatt nem lehetett az elmúlt 8 esztendő téves gazdaságpolitikáját helyrehozni, azt gondolom érthető. Azt gondolom az is érthető, hogy abban a helyzetben, ami kialakult, ennyi idő alatt nem lehetett rendet teremteni. A munka megkezdődött. Azonban ezt a tragikus helyzetet, ami előállt az elmúlt 8 esztendő kormányzását követően, ezt a tragikus helyzetet tetézte az a természeti katasztrófa, amelyik gyakorlatilag ránk zúdult. Legyen az vörösiszap, legyen az árvíz, legyen az belvíz, és ha már itt tartunk, itt is meg kell jegyezzük, hogy bizony nem volt arra elegendő forrás az elmúlt 8 esztendőben, hogy a csatornákat rendbe tegyék, a műtárgyakat rendbe tegyék. Egy leépült, lepusztult vidék képét kaptuk örökül. Tisztelt országgyűlés, ezt ki kell mondani, bármennyire is fáj. Tisztelt országgyűlés, a kormány, a parlament megtette, amit lehetett. Megváltoztattuk a Viszmajor ügy kapcsán. Meg több mint 1 millió hektáron ma sem lehet a talajt művelni. Több mint 300 ezer hektáron hatalmas belvíz pusztított az elmúlt esztendőben. Több mint 20%-a a betakarítható gabonának sajnos nem került betakarításra. Tisztelt képviselőtársaim, ez az, ami most a súlyos gazdasági helyzetet előidézi, ez az, amin változtatni kell. A stratégia készül, a programok készülnek, végre az elmúlt 8 esztendőt követően rövidesen kézbe veszi mindenki a közép- és hosszú távú stratégiát, és fel tudunk készülni az elkövetkező időszakra. Tisztelt országgyűlés! Az, hogy az állattenyésztés ilyen mély válságos helyzetben van, elsősorban annak tudható be, hogy gyakorlatilag a takarmányalapot az nem az állattenyésztők tudták megteremteni. Miért? Azért, mert szétválasztották a takarmánytermesztést az állattenyésztéstől. Ha úgy tetszik, mesterségesen most ennek vagyunk az elszenvedői. Tisztelt országgyűlés, egyetlen lehetőségünk van nagyon intenzíven segíteni a gazdákat, segíteni hitelekkel, és azt várjuk el a kormánytól, ebben legyenek segítségre, hogy az ügynökbankok ne tehessenek meg minden kényük kedvek szerint. Lejárt az időm, elnök úr, köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr, megkérdezem a kormány nevében, igen, államtitkár úr, Ágyá József államtitkár úr válaszol a napi rend előtti hozzászólásra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Azt a címet adta napi rend előtti felszólalásának, mit hoz a tavasz a gazdák számára. Reményeink és szándékaink szerint megújulást fog hozni. Az elmúlt év a tűzoltás éve volt, valóban katasztrofális állapotba vettük át az országot. Természeti katasztrófánál is nagyobb következményei voltak, azt hiszem, vagy súlyosabb következményei voltak annak a 8 évnek, amit a gyurcsánybajnai korszak jellemez. Ezért tehát az első év az nyilván a zuhanás megállításával és a tűzoltással kellett, hogy teljen. Egyszerűen stabilizálni kellett az országot, hogy újjá lehessen építeni.
Egy kirabolt országot kaptunk, valóban egyetértek képviselő úrral. A kasszák üresek, a nemzeti vagyonunk szőrénszálán eltűnt offshore cégekbe, erre-arra. Eladósított országban vagyunk, 21 ezer milliárd forint az az államadósság, ami az elmúlt 8 év alatt 2,5-szeresére nőtt ahhoz képest, mint ahogy átvették annak idején ezt a kasszát. A családok eladósodtak, az önkormányzatok eladósodtak, és ezen túl természeti katasztrófák is sújtották ezt az országot. Tehát valóban azt mondhatjuk, hogy az első lépéseknek ilyen körülmények között a stabilizálás lépéseinek és a tűzoltásnak kellett lennie. Ezen túl a gazdák és a vidék helyzete talán még súlyosabbá vált ebben az időszakban. Gyenge érdekérvényesítő képességű csoportról van szó, bár stratégiai nemzetbiztonsági cikk az élelmiszer mégis olyan helyzetbe került ez a társadalom, hogy végveszélyben van. Piacait elveszítette, és éppen napjainkban veszítette el, az elmúlt időszakban veszítette el talán a belső piacait is. Azok a botrányok, amelyek most a belső piacon zajlanak, jelzik, hogy milyen állapotok alakultak ki ebben az országban. A végpontokat eladták, és ez a katasztrófája talán a mezőgazdaságnak. Az a mezőgazdaság, ahol alapanyagtermelésbe szorítják be, néger munkába szorítják be a gazdákat, ahol a feldolgozás és az értékesítés kikerül a gazdatársadalom kezéből, egyáltalán magyar társadalom kezéből, az katasztrofális helyzetet eredményez. Ezt látjuk ma a mezőgazdaság teljes vertikumában, az élelmiszergazdaság teljes vertikumában keletkező hasznot, ha 100%-nak vesszük, ebből a gazdák, akik az alapértéket előállítják, kb. 10%-ban részesülnek. A többit az eladott feldolgozó és értékesítő kapacitások, azok, amelyek elviszik. Nos, nem kell ezek után talán indokolni, hogy megújulásra van szükség. A megújulás éve minden tekintetben a 2011-es év, új stratégiát kell alkotnunk. Szeretném jelezni, 2 héten belül széleskörű társadalmi vitára bocsátjuk azt az agrár, vidék és környezet stratégiát, mely ezeket a területeket egységesen és hosszú 10 éves kitekintésre határozza meg. Talán ez is az egyik bajunk volt az elmúlt időszakban, hogy nem volt ennek az országnak agrárvidék stratégiája. Nos, ez deklarálni fogja és megmutatja intézkedéseken keresztül, hogy mit is jelent a patrióta néppárti gazdaság és társadalompolitika. Nem szervilisen megtudni kell kimenni Moszkvába vagy Brüsszelbe, hogy mi a teendőnk, hanem a nemzeti érdekeinket kell először is meghatározni pontosan. És
Köszönöm szépen, hogy megtaláltad.
de olyan több lehetséget ő megtalad, mert nem csak kaptalatban az antoksz, hogy nem tátisztem tocs, hanem kileseket a remoni vékonyak, ami csönt a vétészkájt a lecsek, mely munkmizőlet is rejázott égén, illetve mindazról fönnek a moktáját, akár ezen kifülezte fogok mennek. Az éjjel pedig a rögt nagyán vidő és zegősít viszont feltársatra jelenten hiszte, és ha ezt nélt nem lehet, ha lesz lehet, ha ennyi éhek nap a korlőt, és ezért emlék a jól, akkor hiszem kért vajta rá, és ezen így együtt rende szapjával őt átült, korlál a közlő fokra az ondulák gyűrszak ebbe, és rém a kiszni, de szerb az a kvittni érde, csak neig az ez nem volt rá, van te éjjeg egy megintel, és ezt egy egész biztonságás és csinálj el a cserükök, és nevet a szakni hátség bőrét nézti, hogy hatász az hír, mi jó fesz, mint hatott egrén, egy dolg úgy szükség az, hogy a gégy egész egyszerűs jelbiztosítat, tehát jelent elő felszed, áll és úgy szákszoltak, ahol szólt az itál elő a szíset, az van ennek innakik, hogy szabzerű igokra, de volt hatá, hogy ilyen hábú az öt blak is gácsi, a mazpés egítettább hisztséget, tehát a sinészet csipatni a rifon vele, annak tenő az elszakjuk is, miut a sönépán az át, ha van elsikerte tipük, meg s vég a strövégi tenslat is, mert erre a felől a tukrigdat, mondta lebelről a kekeim tevénkről, s így mondta be, mutkottam, hogy nem, hogy tatt, hogy hogy használják, hogy magyar új újra ködje a zömtelek, én nyugdik gáját, sztárek, én melek, vagy elvitelni, úgy az etékek, én Mindazt, hogy a
nyújt dolgok Európai Lámis a sétál nyugat, amit a hely nagyon snak és jó is nagyobb és eltolt fogul. Jött egyszerű terve az a legyblát özvektől ti az egyet vetre a csak az igek látszák és adott nekem gyerőt köz és ne pedig egy pén ellen érve ne fog kezdjel kell egy eset csárendtek az, hogy kiplét a fics alatjuk teknek a várnak, mint mondta, hogy folyó mindenki és számos képen fogadatlan közben a szépen nyúlva közben és tanulom szép szóra feltartás. Ez bekerült a tippelőkön, az ő naskerülen, de Pirvi hozott frakszózása a Pik jókjói akciót Bultópiában egy frakszós helyett testes éppen ők ne úr összeképpen szétek úr ellen. Erről tisztán államelt kockárotítá úr nők az ögyányzat formá úgy esült, hogy indult orra a ügyhány egy partiz ügyepén tabarízt meg hagyság meghírt szólt mellett állja az ügy ellen effe csak hírt szólt. Nézd meg egy tabarízt a hagyság hirdetőt lenni.